Kedves hallgatók. Az előző órán berekeztünk már a szám, az ókori matematika ismertetésébe, és a szám fogalom kialakulásáról beszéltünk. A legutolsó, amit, amiről szó tejtettünk, az az volt, hogy a görögök ugye nagyon szerették a racionális számokat, azokat tartották észszerűnek, és amikor rájöttek, hogy vannak irracionális számok, például az egységnégyzet átlója, akkor ettől nagyon elszomorodtak, illetve hát nem elszomorodtak, hanem azt mondták, hogy akkor inkább szerkeszteni fogunk, és a görögök er ebben nagyon profik is lettek. Azonban ö, kell beszélni arról, hogy mégis hogy írták le a számokat az ókorban, akár a görögök, akár a többi más nagy civilizáció, mert ez nagyban meghatározza azt, hogy milyen számításokat voltak képesek elvégezni. Nézzük csak, itt van az egyik ábra, ami, illetve hát ábra as ami azt mutatja, hogy az ókori Egyiptomnak az egyik számírás változata az milyen volt. Zárójel, ugye ahogy mondtuk a vezetésbe, Egyiptom az egy több ezer éves birodalom, aminek több korszaka volt, tehát hosszasan lehetne beszélni róla, hogy mikor épp milyen volt, de a legtöbb számírásuk ilyen jellegű volt, és az alaplogikájuk azok, az hasonló volt ehhez. Nézzük csak az egyik változatnak, itt láthatjuk egy ilyen e, eredeti fotón, ilyen csigavonalak vannak, meg ilyen pácikák, meg ilyen lefele fordított U -betűk, és azt fejtették meg az egyiptológusok, hogy a következő tízes alapú e, rendszert használták az egyiptomok a számjelölésre. Az 1 az 1 párcika, az ide sincs írva, 2 kettő, az 2 kettő párcika, 3-3 három, három párcika, egészen 9-ig a 9 az 9 párcika, és utána a 10 az már nem 10 párcika, hanem egy ilyen fejjel lefele fordított U betű. Mondjuk én azt mondom, biztos nem ez volt a hivatalos neve Egyiptomban, hogy az 1-es az egy párcika, a 10-es az egy ilyen kupaci el, mint hogy egy kupacnyi pálcika, talán ennek a jele lehet. A százas az én azt mondom, hogy ez egy tekercs, vagy hát lehet csigabigának nevezni. Az ezres, hát egyszer egy hallgatóm azt mondta, hogy ez olyan, mint egy radarállomás. Nem valószínű, hogy az egyiptomiak ezt radarállomásnak nevezték. Mondjuk legyen virág, ez pedig egy nem tudom micsoda, bumeráng, nem tudom mi akart lenni, az a lényeg, hogy egytől 1, 1 millióig minden tíz hatványnak, ugye mai név ez a tíz hatvány, de megvolt a maga jele. És ezekből való halmozással elég egyszerűen lehetett például mondjuk az, hogy 1916, ahogy ezt a Simogyi könyvből vett példán bemutatjuk, az 1916 az egy ezres, kilenc darab százas, egy darab tüzes és hat darab egyes jelölése. Az egy technikai részletkérés, hogy az egyiptomiak jobbról balra írtak. De én azt hiszem, hogy a kedves hallgatóság némi memorizálás után, hogy minek mi a jele, azonnal tudná írni és olvasni ezt a rendszert, sőt valószínűleg összeadni és kivonni is viszonylag egyszerűen sikerülne, hiszen összeadáskor összeadjuk a pálcikát a pálcikával, legfeljebb, hogyha 10 több pálcika jön ki, akkor 10 pálcikát beváltunk egy kupacra, és szépen mindenki azonnal tudna a műveleteket végezni vele. Aztán az egyiptomi tört az egy kicsit fura volt, a reciprokra volt egy külön jelük, egy ilyen lencse alak alá, amit írtak, számot, annak a reciprokát értették alatta. Ez volt például az egy heted, a lencse alá hét pálcika, vagy egy tizedet láthatunk itt írva. Hát ez megint olyan, hogy könnyű elképzelni, hogy ez így volt, és ezzel, hogyha nem fért be a lencse alá, mert olyan hosszú volt a szám, akkor itt a jobb oldalán folytatták. Ha már reciprokot tudunk írni, és be tudjuk egy másikkal, másik számmal szorozni, hogy annyi darab van a reciprokból, akkor meg racionális számokat is le tudunk írni. Illetve egy érdekesség, mivel gyakran használták, az egyéb volt egy külön jel a kétharmadra, ami egy ilyen, nem tudom, kétlábú bogár, vagy minek ne, lehetne nevezni. A görög számjelölés az teljesen más jellegű volt. A görögöknek a számjelölése, amit a legtöbbször használtak, az a betűkön alapult. Minden betűnek volt egy számértéke. Azért, hogy megkülönböztessék, hogy nem a betűről van szó, egy kis ilyen lehet, egy kis vonalkát húztak mellé, akkor lehetett tudni, hogy ez nem az alfa, hanem az alfa számértéke. Az alfa volt az egy, a béta volt a kettő, a gamma a három, nem sorolom tovább. Egyesével fölmentek tízig a 10 volt az ióta, és utána már nem egyesével, hanem tízesével mentek tovább, tehát a 20 volt a kappa, 30 a lambda, hasonlóképpen fölmentek 100-ig, a 100 volt a ró, és utána 100-asával mentek fölfelé szépen tovább. Most álljunk meg itt egy pillanatra, az omegát mindenki fölismeri, de nem az van az utolsó helyen, hanem valami más betű, Hát ugye szoktuk mondani, hogy az első betű az alfa, az utolsó az omega, hát ez azért az évszázadok alatt a görögöknél is változott, régebben volt az omega után is még egy betűjük, amit szégyen szemre most nem tudom, hogy hogy ejtettek, de most ebből a kurzus szempontjából ez nem is fontos. És még egy módosító jelük volt, ha lentre tettek egy veszőt, az egy ezre szorzott jelentett, tehát például az 1305-öt azt úgy írták, hogy vesző alfa, a vesző alfa így együtt az ezer, a, a vesző az ezres szorzó, tau epsilon, ebből a táblázatból ki lehet olvasni, hogy a tau az hol is van, itt van a tau, annak 300 az értéke, az 5 az pedig az epsilon, tehát a vesző alfa tau epsilon, ez jelentette mondjuk az 1305-öt. Hát itt egy kicsit többet kell memorizálni, mint az egyiptomi jelölésben, de azért én azt hiszem, hogy a hallgatóságnak nem okoz gondot, hogy ezt a jelölést elsajátítsa, hogyha egy picit gyakorol. Egy érdekes és a görögökre nagyon jellemző, és a mai napig is még találkozhatunk ezzel a gondolattal, hogy minden névnek, szónak volt számértéke. Ez persze a már előbb említett vesszővel, vagy fölülvonással néha jelölték, hogyha például leírunk egy műtet át, akkor az nem valamilyen kétbetűs rövidítés, hanem műtet a vessző, az jelentett, hogy ez 49. Viszont számmisztikai megfontolásokban, ilyen burkolt utalásokban, rejtvényekben nagyon sokszor használták ezt, például egy ember nevének, a számértékének eh, fontos eh, tulajdonság, tehát eh, font, nagy jelentőséget tulajdonítottak, és mondjuk úgy gondolták, hogy két olyan ember, akinek a nevének a számértéke azonos, azok valamennyire hasonlítanak egymásra. Ugye ezt a bevezetőben mondtuk, hogy ez, ez egy tévúta a tudományban, eh, ez a számmisztika bár a mai napig is bizonyos formában számisztika, numerológia, így, így mondják nagyképél manapság, még találkozhatunk vele, akár napilapok rovataiban is. De egy ezek közül eléggé közismert, a Bibliában, a jelenések könyvében, az Antikrisztusról szóló részben van leírva, hogy valamikor majd egy nagy gonosz állat jön, ami egy vadállatnak nevezi ezt a mm, Szent János, aki írta ezt a részt, és azt mondja, hogy ő neki a nevének a száma 666. Na hát innen jön az a 666-os szimbólum, amit a mai napig is az ilyen sátánista emberkék a sátán szimbólumának tartanak, és néha ilyen falakra is fölfirkálnak ezt a 666-ot. Hát azt azért itt meg kell jelezni, je, jegyezni, hogy a keletkezésekor, tehát on, ahonnan származik ez a 666-os szám, ez a fajta jelölés, ez a tízes helyi értékes jelölés nem létezett. Tehát nem ilyen tömören volt leírva, szövegbe volt leírva e, itt, illetve e, hogyha megpróbáljuk dekódolni, hogy mi is lehetett a 666, akkor nagyon sok megoldásra jutunk, most visszalapozok a prezentációba. Tehát milyen görög szót tudunk elképzelni, aminek a betűinek az összege 666. Ugye legkevesebb három karakterrel írhatjuk le. Itt egymás alatt ezzel a három karakterrel írhatjuk le, de az nem egy értelmes szót ad ki. Viszont lehet, hogy volt benne mondjuk két alfa meg egy delta, és abból jön ki a hatos például, tehát, hogy minek volt a nevének a számértéke 666, azt a mai napig is keresik. De ez talán a szokatlan, de abban az időben gyakran használtak ezt az eszközt, hogy burkoltan beszéljenek arról, hogy elmondják, hogy elmondják valamiről a véleményüket, amiről nem akarják teljesen felfedni. Hogy pontosan miről beszélnek, de aki ismeri a szerző gondolkozását, az ki tudja ezt ö, ö, fejteni. Nincsenek a 660 nak tehát valami nagy misztikus jelentése, ez valami egyénnek, sokak szerint Néro császár nevének a, a betűinek a számösszege, ez szerint a görög jelölés szerint. Egy érdekesség, ez már ilyen modern utalás, aki egy picit is többet számítógépekkel foglalkozott, az egy hasonló jelenséget ismerhet, az ellenőrző összegek. Tehát például, amikor letölt az ember egy több gigabájtos fájt, mondjuk egy, egy Ubuntu install DVD-t, akkor ellenőrizni akar, hogy minden bájt jól jött le. Hát az fárasztó lenne még a számítógépnek is, egyesével ellenőrizni, de akkor csak egy ilyen ellenőrző összeget, amit persze nem a görög ABC szerint e, vannak kiszámolva, ilyen ellenőrző összeget kiszámít az ember a fájlra, amit letöltött, és a hollapon ki van írva, hogy ennek minek kéne lenni, és akkor ellenőrzi az ember ezt a dolgot, hogy ugyanannyi a, a, ez a speciális összeg. Nos, hát valami ilyesmire gondoljunk, amikor a görögöknél a nevek számértékéről beszélünk. Na de a görög számjelölés még további érdekességeket tartogat, például Archimédész miatt, aki az egyik legnagyobb tudós volt az egész világ így az ókorban is. Archimédész ugyanis kicsit tovább fejlesztette a görög számjelölést. Ugye említette már, hogy ha vesző előtt tettünk egy, ha betű előtt tettünk egy, tett egy veszőt, az ókori szerző, az egy ezres szorzó volt, például a vesző alfa volt az ezer. Hát így nem lehetett nagyon nagy számokat ö, ö, kiírni. De kitalálták azt, hogy a tízezernek adtak egy külön jelet, hát úgy látnánk, hogy ez nagy M, ez igaziból nagy mű, csak a görög nagy mű betű az ugyanúgy, ugyanolyan alakú, mint a latin ABC-nek az M-je. de de, és ezt a nagy emmet milliádnak nevezték. Fontos nem milliárd, miriád. Ez a dolog, hogy csillag, miriád a költészedből is több helyen megjelenik, és nem milliárdot, hanem csak tízezret jelent, bár hát az is elég nagy szám. És úgy csinálták ezt, hogy amit fölé írtak az embetűnek, az szorzódott tízezerrel. Például, hogyha a mű Béta, az kiszámoljuk az 42, a mű a 40, a Béta az a 2, és a 420 ezer az az M, a milliárd jelen fölé írtak egy mű Bétát, akkor ebből lett a 420 000, 42 x 10 000. Na itt lép be a képbe Archimédész, aki azt mondta, hogyha halmozzuk a Miriádokat, tehát egymás után leírunk kettő, három vagy még több e, e, nagy M, illetve nagy műbetűt, akkor az a milliárdszor, milliárdszor, milliárd annyiszor, ahányszor ismételjük az M betűt. Na így már egész nagy számokat lehet írni. Például a műmű, -mű, vagy MM, mai é, olvasatban, az a 10 on nyolcadikon, milliárdszor, milliárd. Vagy az három darab milliárd jel egymás után, az 10 a en a mai jellel. Kicsit körülményesebb, mint a mai számjelölésünk, de azért látjuk, hogy nagyon nagy számok leírhatók ezzel. Egy kis türelemmel, akár a 10-50-en, is elmehetünk, hát akkor több embertűt kell egymás után leírnunk, hogy ilyen nagy számokig is eljussunk. Arhimédész például egyszer kiszámolta, hogy hány homokszem töltené ki, az akkor ismert univerzumot. Hát erről majd egy kicsit később az ókori csillagászatnál tudunk beszélni, hogy mit is gondoltak az univerzumról, de Archimédész ezt kiszámolta, mai jelöléssel így egy 10 a 63 nagyságrendű számot kapott. Ugye 10 a 60 ha kiszámoljuk, az 15 darab, Myriad el, tehát 15 darab nagy mű egymás után, meg még egy-két szám fölötte, meg esetleg mögötte, tehát így, de végül is egy sorba le tudott írni 10 a 63 on nagyságrendű számot. A görögök nagyon megszerették ezt a jelölést, és nagyon szerettek minél nagyobb számokat írogatni, kicsit talán gyerekesen is élvezték ezt a halmozást. De még egy érdekesség Archimédésztől, hogy Miért csinált ilyet? Azért, mert felbuszantotta egy király. A egyik király, ugye akkoriban a görögök több vár, független városállamokból álló laza szervezetet alkottak, és az egyik ilyen városnak a király azt mondta, hogy ó, hát mit sem érnek ezek a tudósok, hát még azt se tudják leírni számmal, hogy az én birtokomba levő tengerparton hány homokszem lehet. Na és erre Archimédész mondhatni bepöccent, és bebizonyította ennek a királynak, hogy már pedig nem csak ezt, hanem azt is le lehet írni, hogyha az egész univerzum homok lenne kitöltve, és egy ilyen helyi indítékból származott az, hogy Archimédész egy viszonylag jól használható jelölést talált ki a nagy számokra. És akkor nézzük a harmadik kultúrkört, a közel-kelet, ugye amit Babilónia vagy Mezopotámia a címkékkel jelölünk, említettük, hogy az egymást váltó birodalmak, az efféle dolgokat, mint számírás átvették egymástól, és most nem koncentrálunk a politikai különbségekre. Nos, hogy kezdődik a babilóniai számírás? Hát hasonlóan, mint az egyiptomi. Az egy az egy pálcika, a kettő az kettő pálcika. S a többi egészen 9-ig, a 9 az 9 pálcika. Aztán még mondhatni hasonlóan folytatódik, mert a 10-nek van egy külön jele, az nem kupac, mint Egyiptomban, hanem egy ilyen, mondjuk az, hogy egy kacsacsőr, vagy egy kisebb jel, de nem mondom a kisebb jelnek, mert az megtehető, hogy ma nevezzük inkább kacsacsőrnek. És a 11 az a kacsacsőr 1, a 12 kacsacsőr 2 pálcika, ez is teljesen logikus. És itt jön a trükk. Azt mondták, hogy elérünk 60-ig, és a 60-nak ugyanazt a jelet vesszük, mint az egynek. A 60 az egy pálcika volt. Mögéje gondoltak egy üres helyet, illetve ki is hagyták ezt az üres helyet. Ez logikájában a mai helyi értékes jelölésünkre hasonlít nagyon. Hát igaziból a mai jelölésünk innen vette az ötletet, hogy egy szám a jele attól is változtatja az értékét, hogy hol van a csoportosításban. És ilyen a logikával például a 70-et pálcika kacsacsőrnek írták. Figyelem, ugye egész más a pálcika kacsacsőr, meg a kacsacsőr pálcika. A sorrend miatt. Ugyanúgy, mint leírom azt, hogy 12 vagy 21, a sorrend az teljesen más. A sorrend az teljesen megváltoztatja számértéket. Nos, hát itt is a pálcika utánjövő jövő kacsacsör mutatja, hogy a kacsacsör az az egyeseken helyi értékeken van, tehát tizet jelent, de ez a pálcika, ez már egy, so, egy helyjel előbbre van, tehát ő hatvannal szorzandó. Kicsit gyakorolni kéne ezt a dolgot, de én azt hiszem, hogy, hogy menne ez is a hallgatóságnak. Hányas alapú ez a számrendszer? Hát, tízes és hatvanas is. Tízes számrendszeren belül az egyes számjegyek vannak ábrázolva. Mit tudom én, például itt van az 51, 5 kacsacsőr, egy pálcika. De a hatvanas rendszer az pedig az, hogy az így leírt számjegyek hogyan vannak csoportosítva. Érdekes számjelölés, meg lehet tanulni a, a logikáját. Vannak előnyei és hátrányai. A leghátrányosabb, és több évszázadig ez fönnállt ennél a mezopotámai, babiloni számjelölésnél, hogy egy ideig nem volt nulla jelük, nem volt helykitöltőjük. És ezért tudni kellett azt, hogy ö, mekkora számról is beszélünk. Tehát, hogy az előbbi példában az egy pálcika az jelenthetett egyet, vagy hatvanat, vagy 3600-at, vagy 60 a és a többi, és tudni kellett a számok nagyságát fejből. De szerencsére erre a gyakorlatban ritkán volt szükség. Miért? Mert nagyon ritkán voltak olyan kerekek a számok, hogy éppen 60 vagy 3600 volt mondjuk egy nyájban a birkákból. És ha már mondjuk 3692 volt, akkor értelemszerűen, három jegyel lehetett ezt leírni, és akkor már nem kellett volna nullát használni ebben. De végül is, még időszámításunk előtt megjelenik a nulla, egy helykitöltő szimbólum, ami eleinte csak egy kicsike kis karika volt, utána többféle változata ö, volt ennek, a nullás jelnek, de végül is ebből a kicsi karikából lett a mai nullásunk. És onnantól kezdve egyértelmű volt ez a jelölés. És vegyük észre, hogy a mai napig is bizonyos számadatokat 60-as alapon írunk le. Például az órát 60 percre osztjuk, vagy a teljes kört 6x60, 360 fokra osztjuk be. És ez nem véletlen, ezt valóban a babilóniaktól örököltük meg. És azóta az idő és fokjelölésben még mindig ezeket a 60-as alapot használjuk. Mi az előnye a 60-as rendszernek? Nagyon sok osztási probléma pontosan jelölhető, mert a 60 az osztható 2, 3, 4, 5, és itt föl van sorolva, hogy mennyi minden számmal. Sokkal több osztója van, mint a 10-nek. Például az 1 egyharmadat, az 1 egyharmadot tízes számrendszerben csak egy végtelen tizedes törtel tudok leírni, 60-adosban pedig azt írom, hogy 20 perc. Tehát az órának a, hatva, a, az órának a, harmad része 20 perc, azt egész pontosan le tudom írni ebben a 60 ados jelölésben. És akár a felejt, harmadot, negyedet, ötödöt, hatodot is pontosan tudom leírni a babilóni számjelölésben. Talán ez az, ami miatt megmaradt, és ami miatt maig is, máig is használjuk. Egy érdekes lelet, az ókori Babyloniából időszámításunk előtt 1200 és 1400 közöttre teszik ennek a kis kövecskének a keletkezését. A kövecskén világosan látszik egy négyzet, és rá vannak írva mindenféle számok, például a négyzet átlójára az 1, 24, 51 és 10. Számok vannak egymás után fölírva. Mit jelenthet ez? Itt kiemelve itt van az 1, 24, 51 és 10. Mit jelenthetnek ezek az egységnégyzet átlóján? Hát nagyon egyszerű megfejteni, ha úgy vesszük, hogy ez egy 60-ados tört, csak lefelejtették a tizedes veszőt, illetve a 60-ados veszőt innen, ez nem volt, de egy kis gondolkozását az egységnégyzet átlóján, csak valami ilyesmi lehet. És a mai hallgatóság kedvére ezt tízes számrendszerbe kifejtjük. Itt van, hogy 24, 60-ad, 51-szer 1 per 60 a négyzeten, plusz 10-szer 1 per 60 a köbön. Akkor megkapjuk ezt a 1,41421295 számot. Zsebszámológépen mindenki ellenőrizheti. És azt is, hogy... Az egységnézet átlóját ma egyszerűen a gyök 2 szimbólummal jelöljük, és annak 1,4421 idáig megegyezik, és itt van az első eltérés, mert egy hármassal folytatódik, itt pedig egy kettes van ebben. Tehát a gyök 2 nagyon pontosan közelítették. Figyelem, időszámításunk előtt 1200-1400 között jóval-jóval például Pitagóra előtt, aki az ilyen 6. században élt. Ugye a görögöknek gondot okozott a, az, hogy az egységnézet átlója az irracionális. A babilóniak nem foglalkoztak ezzel látszólag, és nincs is feljegyzés, hogy foglalkoztak volna. Elég sok tizedes egyre kiszámolták, és ez olyan volt, mint egy kis függvénytábla mondhatni, itt ilyen nevezetes állandók voltak fölírva, több más nevezetes állandót is kiszámoltak a babilóniak akkoriban, és ha elég sok tizedes egyre számoltak, az nekik megfelelt, nem zavarta őket az, hogy, hogy exaktul nem lehet két számhányadosaként előállítani. Még egy megjegyzés. Sokan az ilyen köveket, mint például ez, tévesen úgy magyarázzák, hogy a, mondjuk az ókori babilóniak idegen lényekkel voltak kapcsolatban, vagy ö, létezett a régmúltban valami a maihoz hasonló szuperfejlett civilizáció, mert különben azok a primitív emberek hogy a fenébe tudták volna a gyök kettőt hat tizedes egyre kiszámolni. Hát ugye erre a válasz nagyon egyszerű, egyrészt azok az emberek nem voltak primitívek, ugye a legelső órán ezt ö, mondtuk, másrészt meg ha az ember tud szorozni, osztani, összeadni, kivonni az alapműveleteket tudja, akkor valójában némi számolással a gyök kettő értékét, vagy bármilyen gyöknek az értékét, könnyű kiszámolni, egyszerűen próbálgatással. Hogyha az ember veszi a, a gyök kettőt, hát az egynél biztos nagyobb, beírom, hogy másfél, négyzetre emelem, kijön, hogy 2,25, hát ez egy kicsit nagyobb. Akkor Emeljem négyzetre az 1,4-et. Hát az kicsit alatta van. Mindenki kipróbáltja zsebszámológéppel, hogyha nem akar kézzel szorozgatni. Némi próbálgatással ez ki lehet számolni, és valószínűleg egy babiloni matematikusnak mondjuk egy vagy két napjába telt, hogy a nulláról kiszámolja ezt a gyök kettőt ilyen pontosan. Persze nem akarták mindig kiszámolni, azért vésték ilyen táblákba ezeket, hogy meglegyen ez. Miért fontos mindez? Azért, mert a számjelölés befolyásolja az elvégezhető számítások jellegét és mennyiségét. Az egyiptomi, az egy kicsit terjengős, de könnyű összeadni és kivonni vele, ugye ezek a a kupat, csigabiga jelekkel, és viszonylag könnyen lehet szorozni és osztani is. Ugye a mai szorzás és osztási technikára gondolva, könnyen felismerhetjük, hogy kellene egy szorzótábla ehhez még, hogy kétszer négy az mennyi, na de ugye más lesz az eredmény, ha két pálcika szor négy pálcikát veszünk, vagy két csigaszor négy csigát veszünk mások lesznek ezek az eredmények, úgyhogy nem egy szorzó hanem több szorzó van szükség a különböző nagyságrendekhez, de azért lehetséges. A görög betű jelölés az egyiptomhoz képest sokkal tömörebb, ugye például a 9 az egyszerűen egy karakter, a, a, az egyiptomban pedig 9 pálcika, viszont a görög számjelölé, betű alapú számjelöléssel még az összeadás is elég körülményes. Mindenféle táblázatokat kell használni, és rengeteg macera van a tízes átlépéskor. Nem csoda, hogy a görögök nem szerettek számon, hanem inkább szerkesztettek. A babilóni az egy kicsit terjengős, ugye, itt is ilyen kacsacsőrök, pálcikák vannak, de amint a nullát bevezették, hirtelen sokkal könnyebb volt minden műveletet elvégezni a babiloni jelöléssel, mint bármelyik másikkal. Tehát igazán számolni a babiloni jelöléssel lehet, akármelyik műveletet azzal a legkönnyebb elvégezni. Ez a két eltérő megközelítés, hogy a görögök inkább szerkesztenek, mint számolnak, a babiloniak meg inkább számolnak, mint szerkesztenek. A mai napig is él a mérnöki gyakorlatban. Például a mai napig is egy erőt, egy mondjuk egy statikai problémát, amiben az erő a kérdés, meg lehet számolása, vagy szerkesztéssel is, ilyen erőábrák szerkesztésével oldani, és ez a kettőség, ez még az ókorból ered, és kapcsolatban van azzal, hogy a görögök a nehézkes számjelölésükkel nem tudtak könnyen számolni. És hát kb. itt ér véget az ókori Számjelölésnek a története. Majd a középkornál folytatjuk, de most a kapcsolódási pontot szeretném megadni. Arhimédész sejtette, hogy a babiloni jelölés lesz a jobb, és javított rajta, például tízes alapura írta át, csak még az ő jelölése egy kicsit nehézkes volt, és ezt mond a középkori tudománynál tanuljuk, hogy indiai és arab tudósok. Fejlesztették tovább ezt az Archimédész által fölvetett ötletet, hogy a babiloni jelölés de tízes alapon kellene használni, és aztán az arabokon keresztül jut át Európába, ahol elnyeri a mai formáját a középkorban. De erről majd később részletesen tanuljuk. Mindenesetre a csírája a mai számjelölésnek itt van az ókorban. És néhány utolsó, megjegyzése ehhez a témához, ókori számjelöléseknek a mai napig van hatása. Egy mostoha gyereket említek meg, amit eddig nem mondtam, a római számok például. Hát nem mondtuk, mert ezt azért mindenki ismeri, ezt a számjelölést. Belegondolva, a római számjelölés az valahogy vegyíti a betűjelölést a görögöktől, meg az egyiptomi jelölést a pálcikákkal, meg a kupacokkal. Hát, jó, jó, évszámjelölésre, vagy kisebb darabszámjelölésre jó, de bonyolultabb számokat leírni római számmal nem igazán lehet. De örökségként még itt van, és sok mindent számolunk számozunk római számmal. Aztán itt van örökségként az óra perc másodpercet a hatvanados rendszer a babyloniaktól. Aztán itt van örökségként a számmisztika numerológia, amit sajnos manapság is még néhányan komolyan vesznek, és a nevek számértékének nagy jelentőséget tulajdonítanak. És itt van örökségként a két eltérő megközelítés, a szerkesztés, vagy pedig véges tizedes egyre történő számolás ennek a enne, ez a kettő szemlélet a mai napig tovább él, és az ókorban, az ókori számjölésben gyökeredzik. Köszönöm a figyelmet!